Már csak pár pillanat, és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Jakab István, a magyar parlament alelnöke és a Magosz elnöke. Üdvözlöm, elnök úr! Jó reggelt kívánok! A minap egy kereskedelmi televízióban hirdetést láttam, hozzánk ez a hirdetés nem jutott el, de azért elegendő volt ahhoz, hogy elkezdjen az agyam mozogni. A hirdetés arról szólt, hogy koronavírus idején próbáljunk meg egyáltalán önellátóak lenni. Próbáljunk magyar termékeket vásárolni, próbáljunk meg magyar know-how-kat és magyar munkavállalókat alkalmazni, hisz koronavírus idején is el kéne, hogy tartsuk magunkat, és kire számíthatunk, nem önmagunkra. Ezért kértem, hogy jöjjön el hozzánk, és először használjuk ki azt, hogy ön a Magosz elnöke is. Képesek vagyunk-e arra, hogy ilyen tájt ellássuk önmagunkat, mert ugye például gyümölcsből drága importgyümölcsöt vásárolunk. Képesek vagyunk, hogy ellássuk magunkat. Természetesen vannak olyan termékek, amiket nem termesztünk Magyarországon, abból nyilván nem tudjuk ellátni, ezek a déli gyümölcsök, de ami Magyarországon termeszthető zöldség, gyümölcsféleség, ebből képesek vagyunk magunkat teljes körűen ellátni. Még akkor is, ha katasztrofális időjárás miatt, például a barack, mondjuk a sárga barack 80%-a megsemmisült országosan, lefagy, elfagyott a termés, az őszi barack hasonlóan alakult, de ettől függetlenül az a mennyiség, ami a hazai friss piacra szükséges, az elegendő, illetve most természetesen az árakban ez megmutatkozik, mert amikor annyira alacsony a termés, akkor az árak elmozdulnak, különösen, mert hogy az Európai Unió tagjaként nagyon sok importáru is érkezik be, mert valahogy ez úgy működik, hogy egyrészt exportálunk, különleges minőség, jó minőségű a magyar termék, és nyilván az export árak azok lényegesen magasabbak, mint a hazai ár, de közben meg gyengébb minőségűt hoznak is be az országba. Tehát az ellátásunk biztosított, bizonyos gyümölcsféleségekből kevesebb van a piacon, ez így igaz. A Gödöllői Állatorvos Tudományi Egyetemet és a tangazdaságokat modernizálják, kevesebb tangazdaság, kicsit szűkítik, a 21. századnak megfelelő technikákkal oktatják a jövő mezőgazdászait, és senki nem születik agronómusnak. Ugyanakkor viszont különleges állatfajtákat és őshonos magyar állatokat tenyésztünk, amiből nagyon sokat feldolgozásra eladunk exportra, majd utána importálunk belőle vissza. Miért van ez így? Kedvenc témám, köszönöm a kérdést. Ez az nem csak az őshonos állatok esetében van itt sajnos, hanem a korszerű húsmarha fajták esetében is például. Tehát mondjuk a húsmarhát exportáljuk élőben, és a Gráci Vágóhídon magyar hentesek levágják. Nagyon alacsony munkabérrel alkalmazva, nagyon nehéz körülmények között élve, majd már az ottaniakhoz viszonyítottan, majd utána a 4-5 csillagos szállodáink éttermeinek séfjei a bécsi Nagybanin a különleges húsáruházakba megvásárolják azt a bélszint, amit egyébként, ha itthon vágnánk le, ugyanúgy meg lehetne. Nos, most készül egy tanulmány, az én kollégáimmal elkezdtük ezt a munkát, hogy mi az oka annak, hogy nem, ha van is magyar termék, nem mindig azt vásárolják. Sok ilyen mondat elhangzik, épp a jövő héten megyek egy ilyen sztárséfhez, és beszélünk az érdekképviseletük vezetőségével is, hogy mondják meg, hogy ők mit kérnek, mi megszervezzük az igényeink szerinti minőség előállítást, megszervezzük azt, hogy Magyarországon magas minőségű, magas technológiai színvonalú vágóhídon vágják le, és akkor legyen folyamatosan ugyanaz a minőség. Mert hogy a vendég, amihez szokik, az étterem azt mondja, neki azt a minőséget kell folyamatosan biztosítani. Tehát azt mondjuk és azon dolgozunk, hogy
az a magas minőség, amit itthon előállítunk, az maradjon itthon, és rendezkedjünk be arra, hogy elfogadható, tisztességes áron tudjanak az éttermek séfjei hozzájutni. Na de drága elnök úr, ha elővennénk az archívumból egy 1960-as tévéhíradót, abban láthatnánk, hogy megjelenik a csemege áruházakba a konyhakész baromfi, a magyar marha, és biztos emlékszik még ezekre a gyönyörű képekre. Segítünk Igen. a házasszonyának, nem a piacon kell az élő csirkét megvennie otthon. De hát ugyanezt történik, Olaszországba exportálunk kecskéket, és így bárányokat. Tovább. Bárányokat. És nagyon drágán visszavásároljuk a feldolgozottat. Nincs egyáltalán feldolgozóiparunk? Van feldolgozóiparunk, de hát ugye van egy jó hírem, mi az Európai Unió tagállama vagyunk már 2004 óta. Tehát egy egységes piacon, egy nyitott piacon élünk, eltérő életszínvonal, eltérő igények a minőség iránt az egyes országokban, és eltérő árak. Na most a termelő, a feldolgozó bizony keresi a nagyobb profit elérésének lehetőségét. Közben iszonyúra zöldek vagyunk, vigyázunk az életszínvonalunkra, ezeknek az élőállatoknak a szállítása innét olaszországi vagy ausztriai vágóhidakra tönkreteszi az utakat, tönkreteszi a levegőt, hagyd ne soroljam, nem értek hozzá. Majd utána a készáru visszaimportálása, és ugyanaz az egy kiló, nem tudom én micsoda, a sokszorosába kerül így feldolgozva, és biztos sokkal kevesebb lenne, ha mi fel is dolgoznánk. Meglehetősen sokat utazok itt Európában gépkocsival. Látom azt az iszonyatos kamionforgalmat, legutóbb Erdélyben voltam. Katasztrófa, hogy az a hatalmas árutömeg Európán keresztül oda-vissza áramlik. Ezt kellene alaposan végig gondolni. Én jó magam, amikor az Európai Uniós élelmiszer előállításról és forgalmazásról vitatkoztunk, és készült az új uniós közös agrárpolitikával kapcsolatos javaslat, azt a javaslatot tettem, hogy kizárólag a magas, nagy tenyészértékű állatokon kívül ne lehessen élő állatot szállítani. Tessék ott helyben levágni, mert mondjuk a húst, ha már minden áron természetesen, hogy választék, bővítés és egyéb miatt szükséges, hogy exportáljunk. Persze mi is netto exportőrök vagyunk, tehát érdekünk, hogy tudjunk exportálni, de ne utasztassuk az árut, csak azt a minimális mennyiséget. Hát kérem tisztelettel, egyelőre itt még nem tartunk. Az olasz szokások, az olasz hagyományok azt jelentik, hogy ők élve vásárolják meg a bárányt, majd ők levágják. Én kezdeményeztem is nem egy alkalommal, hogy és megmondom őszintén, izraeli üzletemberekkel is tárgyaltunk arról, hogy például itt van a csodálatos hortobágyunk, gyönyörű, hatalmas legelőkkel, hát akkor ott csináljunk egy vágóhidat, hozunk létre egy vegyes vállalatot, ahol az igényeknek megfelelő körülmények között, azzal a tartással, azzal a takarmányozással előállítjuk az állatot, és ott azzal a vágási móddal, ahogy szeretnék, ott lehessen levágni. Arról nem beszélve, hogy így munkát biztosítunk. Partnerek vagyunk építünk. Benne, mert én abban hiszek, hogyha közös a vállalkozás, akkor mivel teljesen nyitott a cég, minden egyes mozzanat nyitott könyv, akkor sokkal nagyobb az üzleti bizalom, és a vásárlók és a fogyasztók bizalma is. Hát ez még várhat magára, de ezen a nyomvonalon vagyunk. Mit tesz a magos elnökeként azért, hogy egyre többet termeljünk meg itthon, és konyhakészen tegyük a polcokra, és úgyis exportáljuk. A magas elnökeként én azon dolgozok, igyekszünk megérteni, és ezért készül most ez a tanulmány, hogy a fogyasztók, illetve az éttermek, a séfek igényeihez igazol, igyekszünk megérteni őket, hogy hozzájuk igazodva állítsuk elő az alapanyagot. És azt a minőséget garantáljuk, amire most a 21. század első harmadának végén szükség van, amit a fogyasztó akar. Ez az egyik. A másik, magas minőségben, de jó minőségben egészséges alapanyagot állítsunk elő. Megvan rá lehetőségünk,
minden tudás birtokában vagyunk, ezen dolgozni kell. Vannak kiváló feldolgozó üzemeink, hát van magyar feldolgozóipar, hát Baromfiba a világon nagyon komoly súllyal. Igen, ennek igaza van, de tavaly, amikor arról beszélgettünk, hogy a különböző ivólevek feldolgozóipara Magyarországon is idegen kézbe van, ugye emlékszik rá? Így van. Azt sikerült megoldani? Nem. Nem sikerült megoldani, mert ha egy folyamat mondjuk 20 év alatt kialakul, úgy, hogy ráadásul ez egy hozzánk közeli ország befektető csoportja, baráti ország, uniós tagállam befektető csoportja vásárolta ki a feldolgozó üzemet, és szép csöndben olyan megállapodást kötött a gazdákkal, hogy már lassan az ültetvény is csak nekik termel. Igen, ezt képesek voltak 20 év alatt megteremteni, most egy másik folyamat indult el, és nyilván ehhez idő kell, amíg ez kiépül, felerősödik. Éppen most indult el a Debreceni Egyetem közreműködésével egy nagyon intenzív munka, az újfertői kutatóállomáson, illetve az ő nagyon komoly feldolgozó ipart segítő kutatásaik révén, de ide még a Tevát, a Debreceni gyógyszergyárat is bevesszük, tehát teljes élettani háttérrel, komoly kutatással, hogy a 21. század igényei szerint milyen természetes és egészséges ivóleveket tudunk gyártani. Tehát ez zajlik ma. Végszóra egy igent vagy egy nemet kérek. Itt a koronavírus második hulláma. Meg tudjuk termelni most magunknak, amire szükségünk van? Abszolút meg tudjuk termelni jó minőségben, természetesen valamennyivel akkor az exportunk csökken. Köszönöm megnyugtató szavait. Kedves nézőim, az elmúlt negyed órában Jakab István, a Magyar Parlament alelnöke, a MAGOSZ elnöke volt stúdiónk vendége, és mint hallották, nyugalom, Magyarország még mindig egy agrárország, megtermeli azt, amire szüksége van, amit meg még nem, azon javítunk. Köszönöm, hogy velünk voltak idáig, most következik egy zsidó szemüvegen keresztül, egy általam vélt objektivitással a híradónk. A híradó után jövünk vissza. Vendégeink lesznek Szatmári Péter, Seres Attila, Szalai Bobrovicki államtitkár, és utána jönnek a pénteki műsorok. Most tehát következik az ország legfüggetlenebb híradója. Tartsanak velünk!